Na akkor nézzük a játékosokat egy kicsit, és nézzük mondjuk hátvéd szemmel, ha már itt van a szapporói csapatkapitány Kangyal Balázs a stúdióban. Én megmondom őszintén, hogy a felkészülési mérkőzések szerintem remekül voltak időzítve, és nagyszerű ellenfelek voltak, de még ennél is nagyobb meglepetés volt az, hogy a hátvéd sorban olyan kiválóan játszó fiatalok mutatkoztak be szinte, mint Láda Balázs vagy Orbán Attila. Lehet, hogy ellent fog mondani, abszolút. Hát. Ez egy érdekes dolog. Próbálok tényleg, remélem elhiszi nekem a kedves nézők, objektív maradni. Tehát ilyen emocionális dolgokat nem fog belevinni, hogy csapattársaim esetleg itt a Vasasnál, vagy amúgy. Néztem ezeket a mérkőzéseket, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy például a dunajvárosiak, ugye a hegyi pozsgai az utóbbi években nagyon sokat fejlődtek. Tényleg ezeket a fiúkat tényleg valamilyen módon segíteni kell. De például a Szirányi... Pozsgai remekülő például. Igen. Ők ketten nem is, nálam nem is kérdés, hogy egyáltalán miért maradtak, vagy miért nem. Én például a Szirányi Bencét biztos, hogy nem, a Molligának a legjobb hátvédjéről. De most sérült is, vagy beteg is egy kicsit, nem? Nem volt sérült. Gyomorrontása volt azon a mérkőzésen, a mérkőzés előtt is mondta, hogy nem tud játszani, és ezért a mester úgy döntött, hogy hát tulajdonképpen akkor őt hazaküldi, mert hogy neki most azon az egy meccsen kellett volna bizonyítania. Az egész szezon volt a Molligának a legjobb hátvédje. Tehát szakmai szemmel nézem Láda Balázs, és remélem, hogy a Balázs nem fog rám megsértődni ezért, mert lehet, hogy megint transzparensek kerülnek Miskolcon a falakra, és a nevem fog rajta. Tehát nem kérdés, hogy Láda Balázs a Szirányi Bence. Mégis Láda Balázs lett például. De hozzáteszem, hogy én tiszteletbe tartom a szövetségi kapitány és az edzői stábnak a véleményt. Ő tudja, hogy vállalja a felelősséget. Még egy nyilván Schwarznek Bence kimaradása is. Nem is értem. Igen, nem is értem, hogyha lehet, hogy lett valami szűkítés, ugye beszélgettünk itt előtte, nem tudom, hogy 8 hátvéd lesz, vagy 7. Igazából pénteken délután beszélgetünk, szombaton este látják a kedves nézők, és vasárnap kezdődik a világbajnokság. Igen, szóval most, hogy akkor föntartanak még plusz egy helyet a 13. csatárnak, hogy annyit jegyezünk meg, hogy erre divízió egyre csak 22 játékos lehet nevezni, az A-csoportra lehetett azt hiszem 25-öt, hogyha jól veszem, 3 kapus. Körönként változtatni. Mivel egy hosszabb verseny. Igen, nem lehet változtatni. Lehet, hogy például a Szikorcsinnak föl fognak tartani egy helyet, hogy most meggyógyul rendben a sérülése, ugye ez csak tulajdonképpen nem, hogy a meccset fog eldőlni, hogy tud-e játszani. De már az egy hatalmas dolog, hogy mi beszélgetünk erről a hátvéd kérdésről, mert akkor vannak olyanok, akik számításba jöhetnek. Ez abszolút, azért mindenképpen, és ez mindenképp pozitív. Így van, ez mindenképp pozitívum. Tehát nem az, hogy 5 hátvédből kell valahogy 6-ot csinálni, hanem most 10-11 bekből kell lehúzni 7-8-ra a listát. Tibi, egy-két mondat erről, hogyha már egy vita alakul. Balázstól, én nem vitatkoznék ebben, mert én rábízom a kapitányra, de nem tudom, Balázs, te a 3 masos hátvéd közül ki Szirányit választottad volna, vagy ha valakinek maradja? Szerintem a forma és a te látod a pillanat, a test közelből. Igen, tehát a forma és tulajdonképpen, ha a szezont is veszem, akkor a aki a legbiztosabb volt nálam, az a Schille Tomi. Abszolút. Uh-huh. És utána, mondom, a Bence... Bence ő lett a legjobb hátvédje. Nem, hát azért a MOL ligában, meg a Magyar Bajnokságban a Szirányi Bencek a teljesítménye az mindig egyforma volt, és kimondottan jó. Nagyon sok gólt lőtt, sok pontja is volt. Lehet, hogy most talán gyengébben játszott ezeken a mérkőzéseken, meg ott van mondjuk a Bencének a helyzete, most nem próbálok én korteskedni, de ott az elmúlt időszakban egy jó pár világversenyen bizonyította, hogy a Schwarznek Bencére lehet számítani. Hozzáteszem, hogy valószínűsíthető, hogy 6 hátvéd fog játszani kvázi ezen amit már ugye az egész magyar jégkorong társadalom meg a közül megmondta, hogy nem az olaszok ellen fogunk játszani. Azért még lesz egy pár mérkőzés előtte, mindenkinek feljúm a figyelmét, ne üljünk fel Pert Cortinának, és azért biztos, hogy lesz lehetőség ott a fiataloknak is több jégidőt kapni, de azon a mérkőzésen 6 hátvéd lesz, és a 6 legjobb hátvédnek kell játszani, ez nem kérdés. Független attól, hogy Kangyal Balázs esetleg mit mond a stúdióba, vagy akárki más, Ted Szétor biztos, hogy tudja, ki a legjobb 6,
és azon a meccsen az a 6 fog játszani. Az összes többi az tulajdonképpen körítés és valamiféle hát részben sportdiplomácia, részben hívhatjuk akár jövőépítésnek is. Na jó, ide visszatérünk még, viszont már akkor, amikor majd műsorunk egy későbbi részében interjút láthatnak a magyar válogatott játékosaival és szövetségi kapitányával, viszont most beszéljünk a legnagyobb riválisról néhány szót, az olaszokról. A papírforma és a reményeink alapján az olasz válogatott elleni jövő szombati találkozó lesz hivatott dönteni arról, melyik válogatott nyeri a Divízió 1 A csoportját és a lehetőséget, hogy pályára lépjen jövőre a finn-svéd közös rendezésű világbajnokságon. Olaszország ellen eddig 11 alkalommal találkozott a magyar válogatott, ebből 4 magyar győzelem, 2 döntetlen és 5 olasz siker született. Az utóbbi évtizedben nem sikerült egyik válogatottnak sem előnyt szereznie, ám erre az időszakra tehető az egyetlen komoly tétmérkőzés a két válogatott között. 2009. februárjában Rigában találkoztunk az olaszokkal olimpiai selejtező mérkőzésen. A találkozón nagyon gyengén játszó válogatottunk 4-1-es vereséget szenvedett. Legutóbb Olaszország ellen 2009. novemberében Székesfehérváron játszott a magyar csapat és könnyed 6-1-es győzelmet ünnepelhetett. Az olasz válogatott az idei szezonra komoly változásokon esett át, hiszen a tavalyi A csoportból való kiesés után jó néhány korábbi válogatott döntött a visszavonulás mellett. Az idei keret minimum 8 helyen változik majd a 2010-es világbajnoksághoz képest, ám az olaszok még így is komoly játékerőt képviselnek, hiszen rengeteg Kanadában született, visszahonosított olasz állatszövetségi kapitány Rick Cornacchia rendelkezésére. Érdekesség, hogy egy olasz jégkorong blogon megjelent egy interjú a magyar válogatott korábbi sikerkovácsával, Pat Cortinával. A honlap szerint Cortina egyértelműen az olasz válogatott feljutását várja a tornán. Az indoklás pedig állítólag a következő volt. A magyar válogatott jelentősen meggyengült a korábbi évekhez képest, hiszen elmaradt a várt generációváltás. Ezt már megbeszéltük, mármint, hogy miért mondhatta Cortina, viszont az biztos, hogy nagyban kicserélődik az olasz válogatott a tavalyi nagyvilágbajnoksághoz képest, és bár 9-10 a tengeren túlon született játékos játszik majd, hát megint a hátvéd kérdés. Itt nagyon sok minden történt. Most csak a visszavonulókról, Stefano Marchetti és Christian Borgatello, és akkor még egy nagy csapás, hogy Michele Strazavoszkót kizárta Cornacchia a válogatottból, közvetlenül azután, hogy az Asiagóval megnyerték a bajnokságot. Ez egy olyan, tehát olyan, mintha neked azt mondta volna 5 éve valaki, hogy most éppen akkor ne gyere, mert későn értél be az edzőtáborba. Nem tudom, hogy ennek a milyen üzenete van a többi csapattárs felé. Tehát nem szabad mindig csak úgy nézni, hogy egy játékost vizsgálunk, mert ez nem kajak 1000 méter, vagy kajak 1-es. Jó, de az egyik olyan védőről van szó, aki bólogatott. Én tudom, ismerem őt kimondottan. Hát, jó, tehát egy és 23,5 percet játszott meccsenként. Igen, egy meghatározója, ennek, meghatározója volt ennek az olasz válogatottnak. Valamire a kapitány úgy döntött, hogy nem. Most nem akarok egyébként nagyon belemászni. Egyébként azért, mert ünnepelték a bajnoki címet, és reggel 6-kor küldött egy SMS-t a kapitánynak, hogy most értem haza ezzel a két sráccal, két fiatal újonc lett volna, nem megyünk az első edzésre, nem érünk oda. És délután, amikor fölébredtek, hát nyilván kellett egy 10-12 óra, hogy kialudják magukat, hát akkor hívta a kapitány, hogy most viszont már ne is gyertek. Fájó. Most lehet, hogy azt mondom, hogy ebben a szituációban előbb kellett volna talán a kapitánnyal beszélni, és azt mondani a kapitánynak, hogy ne gyere, hanem gyere igen, holnap, után reggel. De lehet, hogy mikor az SMS-t írta, akkor már csak az SMS ment. Olaszul az is elég nehéz lehet. Ja, va, bejönne. De hát akkor is azért SMS-t küldök, hogy kicsit kések, majd nem jövök meg, majd később megyek. De legalább szólt. Ez is igaz. Nézhetjük innen is, de összességében én azt mondom, hogy azért én is ugye elgondolkodtam volna, hogy ilyen... A célig előre szólt, kés. Tehát igen. Most... Jó, az mindig más, hogyha előre valamit megbeszélsz, és ahhoz tartod magad.
mint az, hogy épp valami kipattan. Bekarmoltál én aztán. Igen, még egy szó a kapusról, mert az idő is szorít egy kicsit. Daniel Bellissimo, nem csak a neve mutatja, de az is nagyon szép csinos volt, ahogy védett a legjobbak között. Tavaly 264 percet, és 172 lövésből 163-at kivédett. Ez 94,77%-os védési hatékonyság. Lehet azt mondani, hogy az egész nagyvilágbajnokság legjobb kapusa ő volt a mutatók alapján. Hát, de most már nálunk is van. Szerintem a magyar kapus kettős a legjobb ezen a VB-n. Lehet, hogy az egész divízió egyes osztályba. Csak abból meg ugye mindig ki kell választani, hogy ki a kapusot. Meg igen, az jó helyre érkeztünk, mert ez a következő kérdésed lesz, hogy és hogyha hátvédeket megbeszéltük, akkor ki legyen az első számú. Sokkal kellemesebb 3-4-ből választani, mint egyből. Sokkal. Hát meg ugye a végére kell kiválasztani, hogy kivéd az olaszok ellen, az még messze van. Nézd, ez nekem az örök veszőparipám, hogy ez egy bizalmi állás a kapusság, és a tengeren túlról hozott tapasztalataim, kapusságom azt mondhatja, ha van közel két egyforma, akkor inkább az idősebbiket támogassák. Tehát kanadaiak idehozzák, Rawson 40 évesen védett a világbajnoki döntőn, semennyivel nem jobb kapus mondjuk, mint akkor volt Mason. Vagy, tehát oda mennek a VB-re, és akkor elkezdik őket védetni, és a VB-re végére ki lesz a legjobb. Mondjuk miatt aztán ki lehet találni, hogy én most kit preferálni. Na reméljük, hogy a VB végére kiderül, hogy a magyarok lesznek a legjobbak. Kicsi szünet, és jönnek a magyarok, a válogatott játékosai.